Fedezze fel Győr legújabb wellness szállodáját. Csendes, nyugodt környezetben, tágas és kényelmes szobákkal várja vendégeit a Girmót Sport és Wellness Hotel. Sportklubok számára is ideális ez a környezet, a futballpályák közelsége és a hotel felszereltsége egyaránt támogatja a csapatok felkészülését és a nyugodt pihenést. A szálloda étterme ízletes és bőséges ételekkel készül minden alkalomra. Girmót Sport és Wellness Hotel Győrben, közvetlenül az Alkofer stadion mellett. Özönvízszerű eső kezd zúdulni a pályára itt Szegedre, de azt mondják, hogy hagyomány, mert akkor, amikor 4-3-ra legyőzték a Vasast, akkor is rengeteg eső esett. Most egy picivel egyelőre ez még kevesebb, de ki tudja, mi lesz majd a végén. A Szeged 2 győzelemmel és 1 döntetlennel a bajnokság elején, a Girmót FC Győr csapatunk pedig a bajnokság második felében egyelőre a tabellán, hiszen 1 döntetlen és 2 vereség. Mikor születetne meg az első győzelem, ha nem most és nem itt? Takács a pontrúgásnál megnézi, hogy hol vannak középütt. Ott a fejes gól! Hudák Dávid góljával vezet a Girmót mindjárt a 4. perc elején. Hudákot már a korábbi meccseken is rendre kereste a szöglettel, az éppen aktuálisan szögletet rúgó játékos, de eddig a helyzetek kimaradtak, most viszont bent van. Már is megvan a vezetés, és még csak a 4. percben vagyunk. Labdát kell szedni, Polgár labda mellett, közben elmegy a labda a 16-oson belül a szegediek szélsője. Hársfalvi gyönyörűen leér Prosser lövésére. Legutóbb 3-0-ra kaptunk itt, és 1-0-ra nyertek Győrben a szegediek, úgyhogy ezért mondom, hogy van miért visszavágni, de összességében 5-2 a mutató. Kovács, jó a kiugratás, Adamczyk mozdul, ketten érkeznek középül, csak hogy már lesz. Ezt mutatja a játékvezető. Csendben ülve figyeli mind a két vezetőedző a játékot, és láthatja azt, hogy Köncei lépje át a felezővonalat, és teszi középre a labdát. Remek becsúzással Csörgő tisztáz. Magyar végzi el a sarokrúgást, a középreadás után kifejeli azt Kovács Milán föl a levegőbe. Magyar rácsaphat még, egy csel befelé, és aztán ballal tekeri, Hársfalvi mekkorát védett. Próbálja Szőke megszerezni a labdát, de aztán a szerencsésen Nyári elé pörög. Bíró kicsit távol a kaputól, de azért szabadon vezetheti. Hudák jó a blokja, visszagurítják még lövésre. Ott lehet az újabb lövés, ez pedig Csörgő blokkolja. Nagyon kellett most ez mind a kettő. A 77-es elfut, aztán elfut a 7-es is. Így lesz ebből kombináció. Soltész teszi középre. Ott lehet a lövés. Adamczyk vissza, és kisarkazza. Nem tudom, mennyire a kapuba tartott, hogy elvent volna mellé, de Gajdos inkább kisarkazd a szögletre. Madarász elveszíti a labdát, és ezzel most ott indulhat. Kovács üldözés, Hudák is zár vissza. Apró megcsúszás Csörgőtől, összecsúszik közben, jó az ellenfélel, mehet tovább, Prosser a 16-oson belül, finoman átemeli, de nem a kaput célozta meg, hanem ellőtte keresztbe. Ez volt most a Girmót szerencséje, és ebben már Adamczyk indulhatta, de kilökik a labda alól. Hársfalvi megvárja, még fölérnek a játékosok, hogy akkor végezz el a kirugást. Adamczyk birkózik, aztán Soltész teszi ugyanezt, ez jó lehet még Takácsnak. Adamczyk közben lesre fut, Takács pedig egy az egybe próbálkozik. El is lehet lőni. És ugye most összeáll az a hármas, Soltész, Pető és Meggyes, akik a legtöbbet játszották tavaly ebbe a formációba. Lehet, hogy ez is egy picit segít. Jó váltás, Óvári nagyon veszélyesen játszik a beadás után, Szőke veszi le és teszi ki. Szerencsénk volt most, hogy kicsit körülményesebben indult a támadás. Óvári átkeveredett a túloldalra, Csörgővel ütközik, Prosser a 16-oson belül, középre teszi, 1-1. Góllá érett a sok-sok kezdeményezése a szegedieknek. Az egyenlítő gól szerzője Bíró Bence. Próbálják a hosszú oldalt választani. Hársfalvi nem fér hozzá. Hársfalvi, ez hogy piszkálta ki. 4 percre tartott a mérkőzés, amikor Hudák gólt fejelt. Most 4 perc van vissza, de jó lenne keretbe foglalni. Hudák fejel mellé! Hát majdnem sikerült. 2 vereséggel kezdte a Girmót a bajnokságot, és most jön utána 2 döntetlen.
hazai pálya után idegenben is, azaz a sor mintában most két győzelemnek kell következni a Móvár, illetve a Pécs ellen. A Girmót TV videói a Girmót Sport és Wellness Hotel támogatásával készülnek.